Nagybánya gazdag iskola története kevésbé ismert. Itt is az első oktatás intézményekről a középkori egyházi feljegyzések tanúskodnak. Kevesen tudják, hogy itt alapították Erdély első középiskoláját, a Scola Rigulinát. 1547-től egy olyan iskolát telepítettek ide, ugye Kopács István révén, ami magyarul oktat, református vonalon. Ez igaz, hogy csupán 3 évet tart, de középiskolai szintet ütött meg, és ugye később áttelepszik a mai Magyarország területére, és ez lesz ugye a Debreceni Református Iskolának az alapja. A továbbiakban hát fejlett iskolatörténetünk van egészen 20. századig. Nagybánya régi főterén, illetve hát a központban működtek azok az iskolák, amelyek ugye magyar vonatkozásak voltak. Ez az egyik is legfontosabb, és ami a legtovább kitartott, ugye 1959-ig, ez a Híd utcai református iskola. Aztán hát a főtérhez nagyon közel esett az egykori fiú gimnázium, ami most ugye a György és Sinkály liceumnak felel meg, illetve hát a Leány gimnázium, ami a mostani Petre Dulfú, tehát az egykori minorita templom iskolájának az épületében működött. 1920-ban a forduló magával hozza a magyar oktatás elszorványosodását, viszont hát 1959-ben van az igazi nagy fordulat, amikor hát beszüntetik az utolsó magyar tagozatot is, és onnan kezdve vegyes iskolákban tanulhatnak csupán diákjaink. Olyannyira, hogy már az 1980-as években konkrét magyar tagozatról alig beszélhetünk, hanem olyan vegyes osztályok jönnek létre, ahol románok és magyarok egy osztályban tanulhatnak, amit hát mi a magyarok is vannak benne, ezért magyar tagozatnak nevezünk. 1990-től megindul az a folyamat, ami igényli a magyar oktatás iskolában való visszaállítását, és hát ennek ugye a csúcspontja 1998, amikor megnyitja kapuit a most is működő Németh László elméleti liceum. A Németh László liceum létrehozása hosszú évek küzdelmének az eredménye volt. A zavaros 90-es években a nagybányai magyarságnak rengeteg kompromisszum megkötése árán lett újból iskolája. A gyártelep közelségében egy ipari liceum bentlakását kapták meg iskolának, és akkor úgy vélték, ennyit lehetett elérni. Időközben a nagybányai reformátusok visszakapták a Híd utcai belvárosi iskolájukat, és ezzel új fejezet nyílt a helyi iskola történetben. Ez az iskola, ez mindig magyar iskola volt, mindig a közösségnek az iskolája volt, és aztán államosították. Az államosítás után ebben egy speciális iskola indult, és itt tulajdonképpen 40 évig nem történt semmiféle felújítás, semmiféle módosítás az épületen, úgyhogy rendesen le is lakták a gyermekek ezt az épületet. És akkor, amikor visszakapta az egyház, 2-3 éves tanácskozás után, ameddig tulajdonképpen még lejárt a használata az épületnek, mert ugye 5 éven keresztül még a speciális iskola használhatta, hát akkor tulajdonképpen már körvonalazódott az, hogy mindenképpen magyar oktatást szeretnénk ott, és mindenképpen meg akar a tulajdonos győződni arról, hogy ott anyanyelvű oktatás fog folyni továbbra is. Ami nagyszerű az ügyben, hogy létezik egy bizonyos csoport, vagy egy bizottság, ha lehetne úgy mondani, aki felel ezért az iskola átadásért. Ebben a csoportban benne van természetesen az egyház képviselője, ugyanott az épület tulajdonosa, benne van az iskola igazgatója, benne van a politikum is, a nagybányai magyar önkormányzati képviselők, benne van a civil szféra, az iskoláinkért, gyermekeinkért egyesület képviselője. Tehát többen összeültünk, és folyamatosan, szinte 2 hetente most már találkozunk, egyeztetünk az építetővel, a papírmunkát figyeljük. Végül is egy összefogás eredményeképpen összejön ez az iskola, és nagyon fontos még azt hozzátennem, hogy a közösség teljes mértékben mellettünk van, az egész magyar közösség évek óta adományoznak, csak ugye sok pénzre volt szükség, és az most lett meg teljes mértékben. Egy új lendület az, hogy most egy jelentősebb pénzösszeghez jutottunk a magyar kormány jóvoltából, és ez most már lehetővé teszi, hogy az épület felújítási munkálatai befejeződjenek. Tulajdonképpen 3 éve dolgoznak már az épület felújításán különböző szakaszokban.
A magyar állam 70 millió forint adománya nagy segítség a felújításhoz. A Híd utcai iskola helyzete a Nagybányai Városi Tanácsban is kedvezően alakul. Az önkormányzat részéről vállaljuk az iskolának a működtetését abból a pillanatból, amikor az iskola be fog költözni a mögöttünk álló épületbe. Reméljük, hogy ez már idén ősszel sikerülni fog, reméljük, hogy addig a munkálatokat sikerül véghez vinni, és tudni kell azt, hogy a munkálatok befejezése az még csak az első lépés, vagy a nulladik fázis, mert azután, mivel hogy egy új épületbe költözik az iskola, akkor érvényessé kell tenni a megfelelő engedélyeket, engedélyeztetni kell, és maga az iskola kezdés csak azután, amiután a bútorok ide lesznek költöztetve, az engedélyek meg lesznek, azután indulhat. Még időben vagyunk, én remélem, hogy idén szeptemberben meg tudjuk nyitni az iskola kapuját. Amikor 2014-ben azon gondolkodtunk, hogy milyen funkciót adjunk ennek az épületnek, akkor az volt a stratégiánk, hogy megteremtsük az iskolának az alapjait. Németh László Liceum ugyanis akkor még csak 5. osztálytól iskolázott be gyermekeket, és az nagyon fontos, hogy ne kelljen minden évben azon gondolkodni, hogy miből teremtjük majd elő az 5. osztályt, hanem hogy az óvárosi magyarságnak is meglegyenek a körülményei ahhoz, jó körülményei ahhoz, hogy egyetlen önálló intézményben tanulhassanak magyarul. Ezért gondoltunk arra akkor, hogy áthozzuk az 1-4 osztályt és az óvodacsoportokat, amelyek tagozatként működtek más intézményekben, tehát mindenképpen intézményi szempontból ez sokkal jobb döntés. Már csak az épület feltételeket kell megteremtenünk, és én úgy gondolom, hogy akkor érjük el így két lépésben igazán a célunkat, és a közösségnek az igényeihez is föl tudunk zárkózni. Ez nagyon fontos, mert ma egy szülőnek nem elég annyit mondani, hogy magyar oktatás, és ez önmagában még nem elég, hanem teljesen jogosan ragaszkodnak ahhoz is, hogy infrastruktúrálisan is megfelelő körülményeket tudjunk biztosítani. Ebben benne van nem csak az osztály felszereltsége, a helye az iskolának, a megközelíthetősége, a parkolás, az étkeztetése a gyermekeknek, az utaztatásuk. Tehát, hogy nagyon sok járulékos szolgáltatás van itt, nem elég csak az oktatás minőségét felajánlani ma már egy családnak. A Nagybányai önkormányzat nemzetiségtől függetlenül üdvözölte a református egyháznak azt a jó indulatát, azt a segítőkezét, hogy ezért nem fogunk bért fizetni. Tehát, hogy nem fizetünk, az önkormányzat nem fog úgymond lakbért fizetni. Az épületnek az átadása az díjmentes, de természetesen lesznek költségek ezzel az épülettel, amelyet az önkormányzat magára vállal. A helyi hatósággal a kapcsolatunk az változatlanul a párbeszéd kapcsolata. Meg kell, hogy értsék azt, hogy a közösségnek mik az igényei, és valahol ezt be is kell váltani. A választási ígéretek szintjén természetesen megtörtént a gesztus. Most már ezeknek a kivitelezése a nagyon fontos. Tehát ez a meg kell oldani típusú kommunikáció. És én úgy gondolom, hogy ebben megfontoltak vagyunk. Tehát, hogy viszonyítva ahhoz, hogy mi történt Vásárhelyen, Kolozsváron és az egyéb problémás iskola alapítások esetében, én azt tudom mondani, hogy itt nem az intézmény struktúrájába nyúlunk bele, itt egy költöztetés történik, mert ugye a strukturális változtatás az megtörtént, egyébként teljesen jogi alapokra helyezve ezt az egész intézkedést. És azt hiszem, hogy ez a fontos. Tehát, hogy itt jön képbe a szakszerűség. Körültekintőnek kell lenni, el kell olvasni a megfelelő törvényeket, körül kell járni a problémát, és megfontoltnak kell lenni ebben. Nem lehet arra számítani, hogy velünk szemben majd valaki gesztusokat tesz, vagy elnéző lesz, vagy kifuthatunk határidőkből, vagy nem kell betartanunk az összes cikkeit. Én azt gondolom, hogy itt ebben az iskola alapításban ez a fontos, hogy megfontoltan történik mindaz, amit teszünk.
Arra is van esély, hogy néhány éven belül az egész Német László Liceum a városközpontba kerüljön, nem csak az óvodások és az alsó tagozat. A nagybányai magyar közösségnek nagyon fontos, hogy az iskolája bent legyen a város szívében, hiszen ezzel is próbáljuk a lemorzsolódási folyamatot megállítani, hogy egy kedvező feltételt és keretet adni a magyar oktatásnak, mivel most a város szélére ipari telep mellé viszik a gyerekeket. Tehát ez is nagyon fontos, hogy ezzel is támogassuk a szülők bizalmát a magyar oktatásban, és egy megfelelő környezetben nevelkedjenek a gyerekek. Most úgy néz ki, hogy szeptemberben iskolavatóra mehetünk Nagybányára, abba a városba, ahol kihelyezték a háromnyelvű helyiségtáblákat, noha a magyar és a német lakosság aránya már régóta 20% alatt van.